Molnár Ferenc a Víg Színház legendás házi szerzője volt, műveit rendszeresen műsorára tűzi a teátrum. A testőr egy színészházas pár magánéletét dolgozza fel. Bár a darab vígjáték, az eseményeknek mégis tétje van. Az egy éve házasságban élő pár szerelme kihűlőfélben van, ami komoly döntések elé állítja őket. Együtt maradnak, vagy külön válnak. A téma mindig időszerű. Valló Péter számos darabját rendezte már Molnár Ferencnek, de a testőrt első alkalommal állította színpadra. Molnár Ferenc az nem csak a magyar drámairodalomból, hanem az egész világ drámairodalom, hát végignézzük, az egyik legfelkészültebb, az egyik mesterségben legjobban képzett ember. És akármennyire tűnnek esetleg a történetek maguk, a benne szereplők, a társadalmi környezetük, bármennyire tűnik egy kicsit elavultnak, olyan fantasztikus mesterséggel, tudással vannak megírva a dialógusok, annyira jól vannak az emberek ismerve és feldolgozva, amit mondanak egymásnak, az annyira hiteles és mai és valóságos, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon kicsi kis segítség kell csak ahhoz, hogy a néző tényleg úgy érezze, hogy ezek az alakok mi közöttünk élnek, és hogy ma ugyanúgy élünk, mint akkor. Az előadás női főszerepét Eszenyi Enikő, a Víg Színház igazgatója alakítja, aki ezúttal egy színésznő szerepében lép színpadra. Ennek nagyon igazinak és olyannak kell lenni, mint a valóságnak. Molnár nagyon pontosan ír. Én az életem eddigi szakaszában nagyon nagy szerepeket játszottam, nagyon különleges szerzőktől, de ennyire különleges és ennyire nagyszerű színdarabot még nem. Szóval ez mértani pontosságú, ez egy csodálatos szerző. Az egész próbaidőszak nagyszerű volt, ugye Valló Péterrel már nagyon régen dolgoztam együtt, nagyon szeretem őt, és nagyon jó volt a társaság, és hát a szerző az meg felemelő, és hát mindent tud a színházról. A címszereplő testőrt Stól András játsza, aki először partnere Eszenyi Enikőnek a színpadon. Mindig nagyon-nagyon-nagyon jó érzés egy nagy színésznővel dolgozni, de azért nagyon nehéz is. Mert általában a nagy színésznőknek mindig megvan a saját levegőjük, a saját világuk. Sokszor kell alkalmazkodni, sokszor kell türelmesebbnek lenni hozzájuk. De aztán, amikor az ember ott van a színpadon, és egyszer csak megszólal az Enikő úgy, hogy ő meg tud szólalni, és úgy tud nekem mondani egy mondatot, hogy én magam sem tudom hirtelen, hogy hol vagyok. Mert annyira el tudja az embert varázsolni. Szóval nagy élmény. Bár a szabadtéri nyár rendezvénysorozata véget ért, a színházbarátok mégsem maradnak élmények nélkül, ugyanis augusztus 28-án elkezdődik a Vidor Fesztivál, ahol számos helyszínen, vidám előadásokkal, koncertekkel, filmvetítésekkel várják a közönséget 9 napon át.